Kellemes. 19 óra 24 percet kívánok mindenkinek, szép estét. Indulunk haza a magyar meccse még hozzá, a vasúti vágányok helyett ezúttal a villamosokon. És hát tudom, hogy délután is szunyás fejem van, de ígértem, hogy lenyomom. Üdv lelkész, üdv Olmi, üdv Vatra Jani. Szervusztok. Hát ugye Discordon föltettem nektek nagyjából két hete, vagy egy hete, hogy hát játszunk ezzel a játékkal, és meglepően sokan mondtátok, hogy szeretitek a szimulátor játékokat. Én meglepődtem. Én nagyon, hogy ennyire azt mondtátok, hogy legyen ilyen. Meg is nézem, mikor tettem föl. Szerintem valamelyik játék megjelenéskor, mert ez a game is friss viszonylag, tehát nagyjából két hete jelent meg. És hát a villamosok tengerébe fogjuk bevetni magunkat. Jelen pillanatban ez egy elég nehéz game a szimulátorokhoz képest, és hát nem tudom, hogy fogok rajta teljesíteni. Viszonylag könnyű módba fogom bevetni magam, tehát nem fogom a kemény talaj közé bevetni magam, de attól függetlenül természetesen egy rövid egy órás, másfél órát tudok ennek szánni. Nagyjából egy menetrendes útvonalat úgy gondoltam, hogy végig megyünk, és akkor bemutatjuk. Ha van rá igény, akkor lesz még, de én úgy gondolom, hogy azért a szimulátor gémekben akkora nagy potenciál nincsen, hogy maximum csak így beszélgetni lehet. Próbálom szórakoztatóan átadni, hogy milyen ez a gém. Én speciál szeretem az ilyeneket, tehát nekem nincsen vele problémám, el lehet venni, és igazából kikapcsol egy jó kis R6 után. Nagyjából amúgy úgy kalkuláljatok, hogy egy ilyen órás a stream lesz körülbelül, vagy picit bő egy órás. Megnézzük csak a gémet, aztán ennyi. Amúgy ugye itt, ahogy mondtam, villamosokról van szó, de jelen esetben ugye a játékfejlesztők kiemelték, hogy egyetlen egy villamos vonalat lehet vezetni, azonban az ki van dolgozva. Üdv Zeki, hello, hello, még egyszer, és szia lelkész, meg Janni is, nektek is még egyszer. Szóval ezt fogjuk kipróbálni, meglátjuk milyen, meg hogy fog tetszeni nektek. Ha tetszik, mondom, akkor benne vagyok még, hogy legyen, de szerintem jelen pillanatban egy streames a dolog. Ugye Bogi meg Vivi nagyon várta ezt a gémet, szerintem pont ők nem tudnak itt lenni a mai napon, de attól függetlenül, ahogy mondtam, kipróbáljuk, tehát mindenképpen. Na, hát szimulátorok révén szerintem tudjátok nagyon jól, hogy a németek állnak első helyen, hát ki gondolta volna, hát itt jelen pillanatban is, úgyhogy ezt a német cég fejlesztette, átállítottam angolra, megnézzük helyettük segélyet, jó, már lelkész, oké. Hát csak beugranak, meg Bogi mondta, hogy visszanézik. Biztos vagyok benne, hogy noob leszek, ugyanis nagyon-nagyon jól kidolgozott a játék. Mire gondolok, gyerekek? Hát konkrétan megnéztem a General Hub-be az összes szignált, hogy mit csináljak, és így a szabályok betartását. Oké. Mentem nagyjából egy 30 percet a gémmel, míg végigpörgettem így a szabályokat, és hát egyik pillanatban úgy gondolta a játék, ugye vannak ilyen action-ök, hogy elém ugraszt egy embert, úgyhogy a következő felirat fogadott, Collision with Mansion.
Igen, igen, úgyhogy sikerült már elütnöm embert, de attól függetlenül hát próbálom megfelelően csinálni. Szabályosan kell játszani. Én szeretem az ilyen szabályokat, de attól függetlenül hát nehéz lesz. Nem tudom, hogy mennyire fog lagolni, kipróbáljuk, de amit még ajánlok, gyerekek, ez, vagy nem ajánlok, érdekes, inkább így mondom, Covid mód. Jelen pillanatban be tudom állítani, hogy az utasaim viseljenek-e maszkot, vagy nem. Mivel ugye természetesen jelen pillanatban tömegközlekedési járműveken kötelező a maszk, ezért én természetesen fölteszem a maszkot az emberekre, csak azért is üdvözlet van, de szervusz, hello, bello. Szóval én természetesen fölteszem az emberekre a maszkot, ahogy kell, tehát így menni fog. Aztán gyerekek, ez egy 45 perces útvonal amúgy, menetrend szerint, ha jól tudom, egyszer mentem végig az út felén, mind a két irány volt, tehát így össze tudom tenni, hogy nagyjából milyen. Először megmutatom egy open world-on, aztán elindítom, hogy néz ki a játék. Csak azért mutatom meg open world-on, mert van néha fatal error, aztán ne azért. Tényleg jól meg van csinálva, hidd el. Tehát nagyon jó ebből a szempontból. Nem tudom, mennyire fog laggolni, úgyhogy ez az open world-el ezt is kipróbáljuk. Mert ez... Tehát ahogy mondtam, én szerintem a szimulátor gémek baromi unalmasak tudnak lenni streamben, legalábbis szerintem, de ha kéritek, megcsinálom, én mondtam. Hol a facecam? Jaj. Hát gyerekek, igazatok van, levettem múltkor a stream végén. Sorry, itt vagyok, nem tűntem el. Itt vagyok, csak elfelejtettem visszaadni. Sorry, köszi Laci, így nyugodtan lehet. Na, először is mindenek előtt, megnézzük, hogy mennyire laggol a stream, hogyha így semennyire. Lacikám! Nagyon szépen köszönöm a 13. hónapot, hát a tegnapi ranked örömére. Na azért, így is van, mehet a hype-emőt nyugodtan a Lacinak. Így is van, nyugodtan mehet. Köszönöm szépen a 13. hónap támogatást. Hát ha holnap küldöd be, akkor még jobb lett volna, mert akkor péntek 13 van. De mindegy, így is elmegy Laci, semmi baj. A tegnapi carry-t köszönöm szépen, és mindenképpen jó volt. Na, így néz ki az egész. Mutatok nektek valamit. Így ki tudok szállni az egészen, és hogy néz ki maga a gém, mert... Teljesen ki lehet jönni. Jaj, várjatok, ki kéne nyitni az első ajtót. Azt hiszem azt ezzel vissza kell ülnöm. Jó, az első ajtót kinyitottam, hogy ki tudjak menni. Hogyha arról van szó. Jaj. Igen, hát ez az irányítás kicsit még nehéz. Na! A villamosunk így néz ki. Íj, a kolléga érkezik. Guten Tag, ich bin Doki GK. Have a good trip, meine Freunde. Ja gut, ich verstehe. Dabei. Dankeschön. Szóval ich mutogieren dies tram. Na, hát ez a bécsi villamos, ez a bécsi egyes villamos, gyerekek. Tehát ez van lemásolva jelen pillanatban a játékban. Ezt fogjátok végig látni. Nem tudom, mennyire fog laggolni a stream. Próbálom nézni, hogy mennyire vészes, meg hát mennyire fogja bírni egyáltalán, mert ugye elvileg szép. Nagyon jól ki van dolgozva, hogy látjátok. Igazából, ha megnyomom a gombot, én is be tudnék szállni, csak most ugye első ajtó van beállítva, tehát nem tudom megcsinálni. Hát igen. Magyar villamos mikor lesz? A magyar villamosok elvileg másfél év múlva kerülnek bele a játékba, tehát egy kicsit később. Egy pillanat türelmet megmutatom, hogy milyen, amikor az összes ajtót így release-elem, és akkor, hogy ki tudjunk szállni. Hát belülről így néz ki ugye a játék, tehát tök szép a villamos, nagyon jó, azt szeretnék leszállni, ugye meg kell nyomni gombocska, keregecske gombocska, és kinyílik az ajtó. Tehát, hogy minden egyszerűen... Keleti ezzel megy, mert időnként is rá. Persze, megyünk, ők a legjobbak. Jegyeket, bérleteket, Cucslagen, Muslagen, Wislagen, Miklagen. Ahogy látjátok, minden rajta van, minden német lesz. Itt föl lehet szállni a kerekesszékeseknek, hogyha szeretnék. Ugye itt nagyobb hely van, természetesen erre is figyelnek. És hát Zsadikám, tiszta németek leszünk, tiszta németek, tehát nem kell aggódni.
ilyen lesz a dolog. Hát én azt mondom, figyeljetek, Lighty-ba menjünk, vagy menjen egy menetrendes, én ezt akarom megkérdezni, mert ha Lighty-ba megyünk, akkor nem kell menetrendet tartani, hogyha azt mondjátok, hogy tartsunk menetrendet, próbáljuk meg, akkor meg néha pár szabályt, ugye egy pirost nem veszünk észre, hát na bum. Hát szerintem baromi jól néz ki, csak a kidolgozottságról még visszamegyek a fülkébe, egy pillanat türelmet, be kell csuknom az ajtót, ami borzalmas ez az irányítása. Becsuktam. Oké, nézzük körbe akkor, hogy mik vannak, tehát hogy a kidolgozottság mértékéről, centrál Schlüsselflaffen Betriebsart, tehát minden gyönyörűen kidolgozott Bombardier modellű villamos, zseniális, minden gyönyörű német, még a bemondások is. Tehát itt van, hogy a Stefan Fradinger Platzon vagyunk, és megyünk a Praterhauptalléba. Tiszta jól tudsz németül, mit akar? Nagyon jó, szerintem is. Szerintem Light mehet, az tükrözi a közlekedést. Oké, köszönöm, hogy nem kényszerítetek rá, hogy a menetrendet be kell tartani. Borzalmasan át kéne hágnom a szabályokat, már egyszer kipróbáltam, de ez nekünk jó. Itt normál esetben ezen a képernyőn amúgy megjelenne, hogy a menetrend szerint hogy kell nekem tartanom az ütemet. Szóval ez a fertig felirat fölött balra, ahol most három vonalka van, ott lenne meg, hogy plusz vagy mínuszban vagyunk jelen pillanatban, úgyhogy azt mondom, hogy menjünk el ezt az első kört így Lighty-ba. Ez egy 45 perces út, szóval így kell menni. Lighty-ba végigvisszük, várjál. Zuschauer, vigyázzen, Auto closen. Valós 45 perc, real time. Real time. Na gyerekek, induljunk el, mert a magyar meccs indul, haza kell érni 8 órára, mi vagyunk az utolsó járat, aki már a végén száll föl, az nem ér haza, csak munkáltatói engedéllyel lehet felszállni. Na. Oké, Türschließen und geradeaus, danke schön, indulen. Na, ilyen, amikor elindulunk, hát eléggé lájtik a kis üzébe, nyomjuk azért a tempót neki, nem kell itt félteni. Vannak-e itt utasok, akik velünk szeretnének utazni? Hát senki nincsen, nem véletlenül. Szerintem ennek oka van, de nem baj. Útközben csak lesz valami. Egy ilyen sárga pontot kell keresek, ami pont itt van előtte, hát 6 perc múlva kéne indulnom. Hát ezt nem fogjuk végigvárni, kedves kollégák. Hanem elindulunk. Kinyitottuk az ajtókat, lószar nincs itt, tehát senki nincsen. Jeleznek is, hogy mehet a dolog. Na, azt mondja, várjál, vissza kell menni a kamerába. Mit ignorálok? Hát figyelni kell, járművezetés van, kérem szépen. Járművezetés. Újraindítom, hogy aki mögöttünk van, újraindítom. Az ne tolakodjon be, mert akkor lesz utasunk is, és akkor attention. Tehát, hogy ne vigye el az utasokat, hanem én vigyem el előle. Na, induljunk újra, és akkor gyorsan be akarok. Nem akarok, de erre a villamosra én sem szállnék fel. Na, gyerekek, egy sárga pontot kell mindig keresni, ez a fatal error. Igen, ez gyakran van a gameben, ezt akartam mondani. Ha kétszer ugyanazt a játékmódot elindított, fatal error van. Jelen pillanatban ez ki van írva a patchbe, ami ma jött, hogy fatal error van ilyenkor. Még ne indítsam el ugyanazt. Én persze elindítom. Nem kell aggódnotok, gyerekek, fatal error nem lesz, mi menni fogunk előre, és teljesen jó ütemben hazaérkezik mindenki otthon. Nem kell aggódni, most ki mit szeme ki fog égni? How many euro a game amúgy? Elég drága, azt hiszem egy 18 euró, 20 euró a game, tehát hogy elég drága, de ugye ezzel az egy alapján tudunk menni. Igen, drága. Én bizniszeltem a németekkel. Na. Indulunk egyből, nem akarom, hogy az betolakodjon elém. Aki menetrendben van, hanem indulunk. Dankeschön, bitte sehr. Zuschauer, zum Schließen. Doki érkezíren. Ott is vannak a kollégák már, ott is vannak. Jó napot kívánok, jó napot, érkezik a Doki. Ne ugorjatok elém, kérlek. Tudtam, hogy jöttök. Már jöttök.
Már jöttök, nem vagytok türelmesek, már jönnétek, mint az őrült. Nem baj, Doki, megáll nektek. Halten! Guten Tag, this is Doki GK Trem. Nem kapcsoltam be a Covid módot. Nem kapcsoltam be a Covid módot, gyerekek. Vissza. Nincsen Covid mód, gyerekek. Covid mód nélkül nem játszunk. Most újra elindítom a gémet, tehát fatal error lesz lehet, de Covid módon. Jó, így. Ne haragudjatok, a szabályokat be kell tartani. Várjál, Dökükjám, csak küldizek tarkóban. Látjátok? Fatal error. Nem lehet ugyanazt kétszer. Menj már, ez real Covid mód. Azért mondom, csak mert elfelejtettem, de mondtam, hogy beállítom. Csak a Covid mód. Tehát nem játszunk Covid mód nélkül. A kedvenceim az, gyerekek, hogy a fák mellett néha belerejtenek egy lámpát, amit én extra hirtelen fékezéssel szoktam apostrofálni, úgyhogy ezeket láthatjátok majd a játék során. Közben természetesen ezen a járaton nálunk is kell az utcán, tehát... Szia, Szotyikám, ezt neked is ajánlom, mert te szereted az ilyen gémeket. Covid módon, Open World 1, Praterről indulunk, oké. Nem engedjük előre azt a járatot, hanem megint előre tolakodunk. Amúgy én nem vagyok szabályos, hogy így közlekedek, de nem baj. Meg nem mindegyik jelzést értem, de ezt nem tanították a Trem iskolába, a villamos iskolába. Oké, Doki bácsi már el is indul. Jó napot kívánok. Az előző egy tévedés volt. Most érkezik valójában a Doki. Elég lájtosan vezetek, nem kell aggódni. Ott a Covid mód, látjátok? Ott a Covid mód. Mindenkin a szájmaszk. Oké, megállunk. Halt Stelle! Guten Tag, stop point, 9 pontot kapunk. Szálljanak bátran föl itt a Doki GK járata, gyertek Covid mód on. Nem kell aggódni, jöjjenek csak, jöjjenek, gyönyörűen, íj, kicsit ketté áll a szeme, foglaljon helyet, íj, a szoknyájába be lehet látni, hölgyem, de semmi baj, no para, mindenki felszállt, a release ki, és a Doki GK járat el is indul. Guten Tag, Frauen and Menschen, das ist eine hullámvasút villamos. Nem kell aggódni, lájtosan megyünk, nem tudom teljesen az útvonalat, de nem kell aggódni. Itt az elején nem emlékszem, hogy lenne lámpa. Lájtos 30... Újjön! Guten Tag, Windenstraße! Guten Tag, Kollégin, danke schön! Ja, gut, ich verstehe! No para, érkezünk! Na, a Windenstraße következik, itt picik házak lenni kanyar előtt. Ne aggódjál, meg fogok állni. Jó, egy sárga pontot kell keresni, az a vége. Ott a sárga pont, ajaj, megállunk. Stop point 9-es kaptunk a 10-ből, no para. Megyünk. Nagyon jó. Gyertek. Kitesszük a Blinkenseitét. Blinken rechts. Nyomjuk a dudát. Azt hiszem a B a duda. Nem, a hét a... Megyünk, Collegion. Jobbra nézzünk, mert ki kell nézni, mert itt idióták közlekednek. Ott is van az idióta. Érkezem. Jó. Hoppá! Nem tudom visszatenni egyenesbe a fejemet. Jó, visszatettem. Jaj, a Blinkenseite! Jaj, lassítani kéne kicsit. Little bit gyorsan megyünk, ne aggódjunk. Bitte seid Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Vielleicht notwendigen. Nem merek neki venni, hát Collision. Jó, hát 4 percet kéne a menetrendet tartani, de ugye open worldben vagyunk, tehát nem kell... Hol a sárga pötty? Ott a sárga pötty! Nagyon jó, Knöggeltröste Straßen! Guten Tag! Bitte leszállen und felszállen! Covid módon, gyerekek, nagyon jó ez a szájmaszk. Little bit gyorsan megyünk, no para! Szálljatok föl, gyorsan, Geradeus!
Jó van, hát itt van-e lámpa? Nem látok lámpát, úgyhogy belehúzok. Ó, jajjaj! A doki kicsit merész volt, de jeleztem. Itt nem volt lámpa, itt nincsen lámpa. Elsőbségadás kötelező. Jó? Érkezem, engedjetek. Dávid Gassze következik. Umzeigen az Ibonára. Kérem szépen, no para. Az le fog lépni. Ő átenged, átenged, nagyon jó. Nagyon jó, átengedett. Mert jeleztem. Jeleztem, hogy érkezem. Menj már előlem! Érkezem, ne aggódjatok. Szia Lara! Felszállsz a villamosomra? Ne már! Mennyi már! Anyád úristen, itt komolyan. Ja, így kell vezetni mindenképpen. Jó? Nem vagyok ideges. Bélától tanultam a sofőrködést, amikor vezet. Ha őt hallanátok, csű. Megállunk. Ajtó nyílt. Opa, véletlenül a duda is volt. Stop point. Itt már van lámpa, gyerekek. Itt már van lámpa, vigyázni kell. Úristen, már úgy izzadok, pedig még csak 10 perce közlekedek. Nézzük az ellentétes lámpákat. Csukom az ajtókat, kérem szálljanak föl, mert mindjárt zöldet kapunk. Jó, mehetünk. Zöld jelzés. És indulunk is, jó napot kívánok. Nagyon jók vagyunk. Little bit hard indulás, de nem para. Már jelezték, hogy leszállnának a járatról. Hirtelen vészféket nyomtam, mert beszartam. Nem működik a jelzőm. Nem tudok ringelelni. Nem tudok izélni, gyerekek, bellelni, csöngetni. Ne, elromlott a csengője a villamosomnak. Hát hogy fogok én itt csengetni? Hát de most ez így beszáguld? Jó, hát mit tudok tenni? Hát bejövök. Jó, érkezem. Ne aggódjanak. Nem itt kell megállni, nekem a második sárga kell. Ott van, ott a sárga pötty. Megállunk. Nem működik a lámpa. Egy pillanat, ez nem jó. Nem működik a padom. Tehát így kell kinyitnom az ajtókat, hogy... De nem működik valamiért. Nem tudom, miért nem működik. De miért nem működik, gyerekek? Ja, kikapcsoltam a numlokkot. A numlokkot be kell kapcsolni. Úristen, milyen forgalmi dugó van előttem. Hát így hogy menjek? Hát így nem mehetek bele. Most komolyan? Most nézzétek, mit csinálnak előttem. Hát így nem megyek bele a körforgalomba. Hát beszarok. Hát komolyan mondom, meg kell várni a következőt. Történik még valami, uraim? Hát beszarok komolyan. És most ott fogtok állni? Szia Lara, amúgy üdv mindenkinek, próbálok koncentrálni. Menjen jobbra, hát nem mehetek el jobbra. Hát nekem egyenesen kell mennem. Hát minden esetre az ajtókat becsukjuk, és hát egy masszív dudálással próbálunk átmenni. Hát nem tudom, mit csináljak. Megnézem, hogy a másik villamos mit csinál. Most mi van? Mi történt?
Guten Tag, it's a little bit problem with this orange járműven. Most hajd csak rajta keresztül? Most hajd csak rajta keresztül? Ő keresztül megy. Hát de ha neki menjek... Kérem szépen, 8-ra haza kell érni, mindenkinek 12 percen van, nem érek erre rá. Mi zajlik itt? Hát akkor kérem szépen. Egy pillanat türelmet, megérdeklődöm a szituációt. Pillanat, kiszállunk. Kiszállunk. Na. Opa. Danke schön. Ich wohne in Budapest bis zum Kreuzung. What is the problem? Hát beleállt az autóba, kedves kolléga. Tehát, hogy az a probléma, hogy beleállt, így nem tudok tovább menni. Megtenni, hogy elhagyja a helyszínt? Megtenni? Kollégen, mit tegyek? Oké. Okay. Oké. Okay. Jó napot. Guten Tag. Guten Tag. Semmi probléma az autók. Guten Tag. Ich muss geradeaus. Das Auto ist itt útban. Jó. Hát gyerekek, eldöntöttem, mi lesz, mi ezen áthajtunk. És folytatjuk utunkat. Nem tudom, mi fog történni. Na? Történik valami? Hogy tolassak? Hát nem lehet tolatni. Kérem, it's a little bit dangerous, but Doki Pelo is very big. Collision with auto. Opa, el is tűnt, collision with auto. Megoldotta, mission completed. Folytatjuk utunkat. Matzleinsdorfer Platz. 6:18 in Richtung Burggasse, Stadthalle. Kicsit fékezek, mert little bit dangerous megyünk be a Zalagút. 14A, Lokalbahn nach Baden, S-Bahn. Jó, hát most mit csináljak? Nekem folytatom kell a járatot. Guten Tag, it's a little bit térerő, it's not working here. Jó, érkezünk. A Matzleinsdorfer Gasse. A 9 perc ez a következő járat. Ja, hazaérni? Ja, nem kell aggódni, mindenkinek van munkáltató igazolása itt a járaton. Jágultik festéje. Ott a szemét is. Mehetünk. Durkánk verbóten. Indexelek, azt hiszem jobbra megyünk. Nem, balra, bocsánat, balra megyünk. Jobbra megyünk.
tudok 70-nel menni. Tíz pontos megállás. Zipcig jágult, zipcig, zipcig, maximum speed. Na, indulás, zöld az út. Ez a jelzés azt jelenti, hogy balra mehetek, és tiszta az út. Tehát balra fogunk menni, és tiszta az út. Guten Tag, Schlossen, bitte, Zür Schlossen. Kleibergasszén voltunk, gyerekek, megyünk át izé. Oh, guten Tag, Achtung, eine Baleset in Karlsgasse, Wintergasse. Dankeschön. Mennyivel mehetünk? Meg akarunk állni. 25-tel lehet menni. Jó, hát betartjuk akkor. 25-tel megyünk. Little bit dangerous and gyors. Ötvennel lehet menni. Jó. Tempót tartjuk. Hol a sárga pötty? Hát ezt lehet, hogy szarul állok most meg. Nem volt sárga pötty? Pontot se kaptam érte. Hát ez nagyon szarul álltam meg. Mindegy, le tudnak szállni. Bármikor, Zsanikám, no aggoden, this stream will be uploaded my YouTube channel. Dankeschön. Jó, hát nem tudom, hol kellett megállni. Már mindegy. 50-nel lehet menni, úgyhogy... Mit ezer, Sani, mit ezer? Van lámpa? Nincs lámpa? Lassítsak, veszély van. Lámpa nem érvényes. Jó, lámpára nem kell hallgatnom. Azt írja, hogy a lámpa nem érvényes most. Kicsit adni kell tempót, mert fölfele jövünk. Ez a lámpa nem érvényes, az előző tábla jelezte, tehát mehetek. Hú! Lámpa van, de a tábla áthúzva azt jelenti, hogy a kövi lámpára nem kell figyelni. Na, no para. Hát nem tudom, hogy ezt még elérjük-e. Csuknám az ajtókat, kollégákat, a hátsó ajtók... Á, már mindegy, hagyjuk. Nyitva hagyom. Amúgy nagyon szép a játék, nem tudom, hogy érzékelitek. Nekem baromira bejön. Elvileg tényleg így néz ki Bécs. Tehát, hogy tényleg így néz ki. Van, tele van Mercivel, úgyhogy biztos, hogy így néz ki. Itt látom, egy picit laggolok, de az autók. No para, sietnénk. Jó, ne automatician. Csukodjon már be az ajtó.
Nem csukja be, bazd meg az ajtókat. Megint nem fog tudni átmenni zöldbe. Mi a franc van a hármas ajtónál? Kinyitom az összeset, és becsukom újra. Néha elromlik az ajtó. És pirosat kapok. Hát ezt nem hiszem el. Jó, nem nyitom már ki újra. Néha direkt elromlik az ajtó, amúgy tényleg van ilyen. Tehát beleteszik. No, para, kövinél megyünk. Nem, nem, betartjuk a szabályokat. Nincs sok pánikra, senki ne aggódjon. Is this good moment, because it's a beautiful friendship of Hungary and Österreich, monarchie, no para. Na, indulnék. Piros, automata mindjárt vált, igen. Zöld. Jó, felső lámpa itt is zöld. Jó, itt van egy pirosunk. Van itt egy pirosunk, erre figyelünk. Ott a piros jelzés. Látjátok? Figyelek! Figyelek, hogy milyen izé. Sunyin el van ott föltrejtve. De én tudom. Tehát én nem, én figyelek. Nem kell itt aggódni. Figyel a doki. Tehát... miért nem kapok jelzést? Na, ott van. Jó, mehetünk. Zebra, zebra, vigyázzunk, zebra. No, no mention, no mention, go Geradeus. Jó, sárga pötty, sárga pötty. Ott a sárga pötty. Iiii, huncut sárga pötty. Ott a 9 pontos megállás. Covid mód, gyerekek, zseniális ez a játék. Hogy ahhoz képest jó van megcsinálva. Zebra, zebra, no mention, no mention. Hát így kell jelezni. Nem láttam lámpát, gyerekek, nem tudom, hogy vagytok vele. Itt nem, nem volt lámpa, ugye? No, no, no felszálló. Just release the door and go. Jó, hát megyünk tovább, gyerekek, szépen utazgatva. Innentől kezdve mindenki csak munkáltató. Igazolásra szállhat föl? Piros lámpa, nem vettem észre. Mit? Ő mehet a piroson? Jó, elfelejtettem a kéziféket kikapcsolni. Lefékeztem, please kapaszkod íren, because it's not a very working chauffeur. Most mennyire ízzék, hogy ott elrejtettek egy ilyet? Jó, itt mehetek. Jeleztem, hogy okosan kanyarodja. Jó, nem mehetünk, mehetünk zöld. Ez zöld volt még. Így, az már piros volt, nem baj, nem baj, átértünk, átruccantunk. Át kellett jönnünk már. Ú, laggolok, laggolok. Hol a sárga pötty? Ott a sárga pötty. Íííí, ez nagyon necces ez a megállás. 10 pont. Tökéletes megállás. Ennyi. Na, mehetünk majd tovább, nem kell aggódni. Felszálltak-e Stop itten Formula 1 Mogyoród Jágút? Megint mi van az utolsó ajtónál? Mehetünk. Jó, ki a fék mehet? Tudjátok, hogy hány gombot kell amúgy így nyomni? Tehát, hogy így figyelni kell. Oké,
Oké, okay, Juno. Nächste Straße, Paulaner Gasse. Resselgasse. Itt reszelheti meg a hölgyeket. We need to wait then because I had a red lamp. Thank you very much for understanding. Érkezünk. Megérkezünk a Resselgrasséra. Amúgy 3 percben vagyunk, tehát tök jók vagyunk. Nézzük a sárga pöttyöt. Ott a sárga pötty, még mehetünk. Értitek, egy sárga pötty jelzi, hogy hol álljak meg, hát. Ki talált ezt ki? Vakembernek. Guten Tag, bitte masken felvétel. Már megyünk is tovább, abban a pillanatban, bitte masken, basken, masken, masken, 8 óra elmúlt közterület, masken, masken. Bitte masken. Megyünk tovább. Bitte masken, ik meg fulladíren. Ja, gut, ich verstehe, ich bin Darth Vader, ich bin dein Vater, ja gut, ich verstehe. Karlsplatz, umsteigen zu U2, U4, 4A. No, para, ich studiere Wienerhofe Tramstation. Nem itt kell megállni, nem ez. Nekem a második sárga pötty kell. Hát most már mindegy. Hát ezt elbasztam. Ich kent willkommen back on die Expressen, because was kasználíren, oder nem száz fel vagyok. Oder nem száz fel. Jágut, jágut. Ezért nem járt pont. Nehéz értelmezni, mert azt mondta, hogy a második sárga pötty. Nem tudom. Figyelj. Guten Tag, megyünk, Geradeus. Nagyon működik a gépezet. Mehetünk, most zöldünk van. Hallo, kollégen, das autos. Hallo? Where is the lamp? Oper, Karlsplatz. Umsteigen zu U1. Nem mehetek, mert U4. Várjál már. Du, oké. Okay. 71. 2A. 59A. Nem mehettem, mert csak balra jelezte a meheteket, nem pedig előre. Tehát most nem mehettem. De majd, ha a zöldet kapok, akkor megyek. Tehát nekem egyenesen kell zöldet kapnom, az 2 pöttyös. Vagy hogyha 3 pöttyös, de ilyen tetris pöttyös, akkor is mehetek. Figyelek, nem tud átbaszni. Nagyon figyelek. Központ, ich habe problem, because deine lamp can't switchen. Na jó, nem érdekel, jó lesz ez nekem. Hát most itt szórakozik velem. De hát a sáv meg jó volt. Nem értem. Mint a profik, csak így lightiba nem fékezünk, megyünk, ne érezze az utas, hogy állunk,
ne érezze az utas, hogy állunk. Most mondjuk már megállok. Sávváltás, akkor figyelni kell. Oké, megyünk. Most koncentrálom van egy picit. Little bit. Egy perc, nagyon jók vagyunk. Teljesen tökéletesben vagyunk. Ott a sárga pötty. Ez 8 pontos lesz szerintem. Ah, ez 8 pontos volt, én is érzem a Robi iránt. Kinézünk. Íííí, collision with mention. Collision with mention. Or Saxon. Ikvály sneaked. Oh, this is a kapaszkodó. Itt fogni kell, nem neki menni. Íííí, milyen tumultus van, te jó ég. Előbb a leszállók, aztán felszállók. Mobilt ne nyomkodjál, mert akkor nem lesz itt izé. Oké, ott ültem volna, hol? Melyik vagyok én? De egyik se vagyok, hagyjál. Hagyjál, Zoli. Guten Tag, itt Dangerous Doki GK Geradeaus járat, and little bit harder platzen, because timetable is not working here. So, thank you for understanding and have a good trip. Please, if Bérlet coming, bérletes figura coming, mutass arcába not középső új, hanem your ticket, please. Dankeschön. Meg kell értetni velük a problémát. Menj el előttem, ha szeretnél. Jó, te már nem. Zöld a lámpa. Ó, nem bírja a videókártya, nem bírja a videókártya. Várjátok, itt vannak mindig sunyi lámpák, vigyázni kell. Itt vannak sunyi lámpák eldugva. Most nincsen. Milyen szép helyen megyünk amúgy, gyerekek. A Bürgringhez fogunk érkezni. Sunyi lámpa, fal, fa. Fasunyi lámpa. Én csak faszunyinak hívom. Nem, most nincsen. Itt nincsen. Volt egy, de az zöld volt. Legalábbis remélem, hogy zöld volt. Kicsit lassan érkezem, de nem baj. Where is the yellow? Itt a yellow. Ez 10 pont lesz, ez 10 pont. 9-es, egy laza 9-es. Átlagolt felettem egy lámpa? Ne szórakozzatok. Már megint tumultíren. Jó, most előre bejelzek már. Megint nem csukodott még be egy ajtó. What's the problem? Szálljál már föl az édes anyádat már! Oh, Istenem! Hihetetlen. Hihetetlen részeg disznó, és nem száll föl. Megkérném az ötödik ajtón felszálló részeg hölgyet, hogy abban a pillanatban a következő megállónál szálljon le. Dankeschön! Ez Bécs, ez hitelesen Bécs, kérlek szépen. Minden elvileg ugyanúgy néz ki. Ez a hiteles bécsi első egyes villamos. Tehát ha fölismersz valamit, akkor az elképzelhető. Én fölismertem a parlamentet, ami mindjárt érkezik szerintem.
Ott a fa! Ott a fa! Látjátok? Itt a sunyi! Little bit hard tempo, but kapaszkodni nem bit ez itzen. Oké, mehetünk, itt is mehetünk. Hol a sárga pötty? Where is the yellow blink? Ott van. Dankeschön. Ez a, kérlek szépen, a Volkstheater, a Népszínház. Ó, tudod, oki németül Volkstheater, érted? A Volkswagenből kikövetkezteti a hülye gyerek. Á, de jó vagyok. Kikövetkeztettem. Volkswagen Volkstheater. Vitez itzen platzen indul íren. Valaki, aki járt Bécsbe, fölismeri a helyeket. Parlament. Parlamento. Zwei. In Richtung Dornbach. Hol a sárga pötty? Ott a sárga pötty. Most egy 10 pontosat. 9 pont. Hát ez köcsög amúgy. 200 Volks IQ. Ennyi. Bitte sitzen platzen. Danke schön. 3 minuten indul íren. But we need to go. Because 30 minutes for Hungarian football match. With the Prime Minister. Megyünk Lighty-ba, most ez egy ilyen Lighty rész. Le akarnak szállni ez a jelzés, az a... Tiring? Rathausplatz az szerintem a városháza lesz. A burg az nem hegyet jelent valamit? Hegy színház? Mit jelenthet? Oké, az a lámpa már jó. Hol a sárga pötty? Nincsen sárga pötty. De ott van. Itt a zebra előtt. Mint a Calvin téren, itt izé... Zebra előtti. Doki úgy beszél, mint a szigetel a magyar pénztáros francia vendégeknek. No para, Mr. Strix! Hol a bérlet? Where is your bérlet? Tehát, hogy kell a bérlet. Nem tudom még mennyi van hátra, de van egy pár megállunk. Itt még szállnak föl megint. Jó, még talán el tudunk húzni ebbe a zöldbe. El tudunk húzni ebbe a zöldbe, jó. Idiót, Iren! Hát én megállok, fékezek! Ich keine habe, what is this? Schottentour! 2, 37, 38, 42, 41, 43, 44, 40. 40! Minden 40-re át tudsz itt szállni, ez a lényeg. Így kell elmondani, nem kell itt hosszan. Alle 40 abstallen. Minden van ebben, Kimi.
Minden van ebben. Az Atya Úristen is benne van. Egy perc amúgy, tehát jól állunk. Little bit try faster, but not problem. Na, figyelj, elég jó, 10 pontos megállás. Slottentor. Jézusom, milyen. Autóbusz háltestelle, Strassenbahn háltestelle. Keresztbe lévő lámpák már pirosak, úgyhogy mehetünk lassan. Figyelni kell a forgalmat minden tüzetesen. Figyelni kell a falámpákat. Börze. Megbúvó lámpa, megbúvó lámpa. Megbúvó lámpa, látod? Rohadt fa mögött megbúvó lámpa. Figyelni kell itt. Keine aggódan, I have a eye mutate. Eine eye. Because I need plusz 2, minusz 3. So, volt egy little problem, de már good. Megyünk gyerekek, nem aggódunk. Itt egy három ikertesó szeretne felszállni majd. Megálltam a pöttynél, bár szerintem nem ez a pötty kell. Ja, nem ez a pötty kell. Megyek még előrébb. Sorry. A másik pötty kell. Igen, látom. Második pötty. 8 pontot is kapok érte, mert figyeltem, hogy a második pötty. De láttátok, hogy milyen dinamikusan mozog, tehát amikor megálltam, dinamikusan elkezdtek mozogni az utasok a jármű felé. Értitek? Tehát, hogy ez tök jó. Tök jó a játék intelligencia, szerintem. Az AI. Megint itt a bőrzén itt problémák vannak. Megkérem az öreg nyanyákat, hogy szálljanak föl, és ne a narancsokat öntsék ki itt a járműben. Köszönöm. Need to go. Hát nem hiszem el. Kinyitom az összes ajtót. Dankeschön, hogy várten Sie, ich habe eine Red Lamp. Dankeschön. Szia, Bogi! Érezzük, hogy már megyünk tovább, hogy már nem állunk majd meg. Lighty-ba, slüsszen, átslüsszenünk. Hát ezen már nem slüsszenünk át. Nem, balra mehetünk. Balra is egyenes, jó. Mehetünk. Bogi, a fele akcióról maradtál csak le, nem kell aggódni. Még van egy pár percünk. Egy kis utunk. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Itt is elég jól át lehet szállni, ahogy hallják a kedves utasok. Van megbúvó lámpa? Nincsen. Sorry, I can't understand interesting lamp on link side. Hallod? Most komolyan. Tehát, hogy ne szórakozzatok, hogy a bal oldalra teszi a lámpát, amikor eddig jobb oldalon volt.
Hihetetlen. Hihetetlen, komolyan mondom. Mention in the plac. Most ez is így kiugrik elém? Vagy átmegy a villamosomon? Figyelni kell, hol a sárga pötty. Sárga pötty, ott van. 10 pont. 9, nem hiszem el. Szia, Axi, hello, bello. Üdv mindenkinek itt a Doki GK járaton. Little bit kemény, but very interesting and fascinating járat. Volt little bit collision with auto, de nem probléma. Gyerekek, szerintem már csak egy ilyen negyed óránk van. Nem, ha Axi, nem kell aggódni. Már nem élnél, hogyha felszálltál volna itt az elején. Ha még a Strassengasse-nál felszállsz, akkor nem jutottál volna el a Brückenplatz-ig. Tehát itt izé. Megint mi zajlik a négyes ajtónál? Figyelj, fölállok és oda megyek. Tehát komolyan mondom. Mi zajlik a négyes... Kimenjek? Én megnézem. Én kajak megnézem, mi zajlik ott. Hát az Isten áldjon meg! Az Isten áldjon meg titeket! Na azért! Köszönöm, dankeschön! Itt intézkedni kell már. Ajtót csukjuk vissza. Be volt húzva a notbremse, az a vészfék. Valaki itt szórakozik, tudod, gyerekek. Vigyázni kell velük, mert nem normálisak. Bitte setzen Sie sich fürs Wendige. Connection to airport bus, you know, English motherfucker. Oh yeah. Figyelem őket. Ilyen kis csinos szoknyában van az ikertesó. Ja, a Covid mód be van kapcsolva, Bogi, csak hogy tud. Tehát az emberek szájmaszkba közlekednek természetesen a járaton. Hiszen Ausztria 2 héttel előttünk jár. Vagy 1 héttel. Tehát ők elővettek fel szájmaszkot. Kajak Covid módban van a villamos. Mindenki láthatta az elején, mikor elindítottam. Fönt a lámpa zöld. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1. U4. 2. 2A. Zöld. Jó, ott is még zöld. Azon átszlisszenünk. Még ez is zöld. Little bit erős, but... Igen. Hol a izé, pötty, itt a pötty. 10 pont.
Ott a 10 pont! Ott a 10 pont! Nem, ez a játék elejétől benne van, ez a Covid mód, ez benne volt. Amikor először megnéztem, hogy megy a játék, már akkor benne volt. Ilyen problémák voltak, hát most is volt egy baleset. Ugye azokat patchelik, hogy vannak olyanok, hogy nem tudsz tovább menni. És ezeket patchelik, meg van olyan, hogy az ember beléd jön, amire most volt is példa amúgy. Így, mention! Jó, not problem. Elvileg 20-szal lehet a váltókon menni. Ez pont beleférős 20-as volt. Julius Raplatz. Dankeschön, Bogi! Dankeschön! Ich spreche Deutsch, ein bisschen. Little bit harder. Igen, majdnem kisiklottunk. By the way, ki tud siklani a villamos, csak szólok. Nem kisiklik, hanem így leugrik. Tehát le tud ugrani. Fontos. Úgy megy neki, mint az angol. Gazm. Oké. Dankeschön, gyors felszállók! Dankeschön. Vigyázni kell, rejtett piros lámpa, sunyi. Das ist eine Fahrgästelampe. Itt rechts. Sunyi, nagyon sunyi, el van rejtve. Bitte halt stellen. Probieren hinzulemasse Straße. Hintere Zollamtstraße. Ja gut. In Richtung. 25-tel lehet menni. Jó, mi 20-szal megyünk. Volt egy 25-ös tábla, erre figyelni kell. No telefonieren, please, in the megálló. Figyellen, hogy én érkezem. Second yellow button. Bitte Haltestelle. Három perc, jó, a normál menet. Ugye ez az előző, még egyszer mondom, mivel mi free tourba vagyunk, így az előző menetrendjét kéne követni. Tehát igazából tök jók vagyunk. Teljesen jók vagyunk. Ugye aki előttünk menne, az 2 perccel jönne. Amúgy velünk szemben nem jött villamos, tehát hogy ez a little bit problem. Nem tudom, hogy miért. Egy villamos vagy 2 jött velünk szembe? Így ez piros volt a rohadt életben. Na mindegy most már. Ezt már elengedtük. Nem vettem észre. Na bum, mi történt? Semmi. Radetzky Platz. Umsteigen zu? In 2 jött eddig összesen. Ez a leggyakoribb járat amúgy. De mondjuk most open world-be vagyok, tehát lehet, hogy azért nem jön. Stop point, guten Tag, stop point. 2 jött összesen? Na, hát aki most értelmezi, hogy én elvileg jobbra megyek, tehát jobbra, szerintem jobbra megyek, de az is lehet, hogy nem. Jó, becsuktam az ajtókat, most már mehetek, amikor majd pirosan. Tik-tak, 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 tik-tak. Amerre visszasin? Hát, ahogy látod, kedves Kimi barátom, van egy kis probléma, hogy merre visszasin.
Amit kinda understand van, tehát... De gondolom jobbra. Oké, jobbra. Igen, itt még mehetek. Itt is mehetek. Vigyázni kell, mert ott már sem problém van. Menjél, Iker tesó, az útból! I'm coming, no, not aggodíren. Tíz pont, ennyi, gyönyörű. Nem kell itt aggódni, hogy a doki nem tudja merre kell menni. Hát itt úgy megyek, mint a izé. Mindjárt 10 perc múlva kezd a meccs, érkeznem kell. Menni kell, úgyhogy please. Faster, gyerünk, faster. Because I'm coming. Nem tudok németül amúgy. De gondolom ez eddig észrevehető volt a streameken. Legyen buszszimulátor is, gyerekek? Buszszimulátor. Szeretnétek? Amúgy. Ott a harmadik villamos velem szemben. Deine Kollege, guten Tag. Jó. Túlmentem szerintem. Nem mentem túl. Egyértelmű, hogy igen, de ennyire szeretitek? Hát olyan loser vagyok. Mondjuk nem akarom mondani, hogy egy piros lámpán kívül tökéletes vezetési kultúrát figyelmetnek meg a nézőim. Sőt, néha tudok egy ilyen szórakoztatót betenni a nézőknek is, hogy... Ennyi, kedves nézőim, ennyi. De annyit is lehet mondani, hogyha nem akarnak itt alkalmazkodni a vezetéshez, akkor vagy a bérletet nem veszik át, vagy nem mutatják. Itt az Isten. Akkor ezzel is természetesen tudok operálni, tehát nem kell aggódni. Piros van, XZE. Amúgy halljátok ti is ezeket a hangokat, ahogy a... Tehát tök jó meg van csinálva, hogy azt is lehet hallani, ugye, ahogy így mennek a jármű mozgások. Tehát mindent konkrétan. Little bit későn, de mehetünk. Mi a fasz? Mi a? Az mi volt? Az mi volt? Mi a fa? Ez egy megálló, basszam! Csak ilyen izé megálló, tudjátok? Hogy így az utcán izé felszáll íren. Hú. És 9 pont, halljátok? Látjátok? Itt mennek a DAS autók. És így izé. Az mi volt amúgy az a moonwalk? Like, moves like Jagger? Vagy nem tudom. Szia Pisti! Üdvözlet! Hello, bello! Vezetek, ahogy látod, kicsit kevésbé tudom figyelni a csetet, de vezetek, és itt vagyok, és aktívan dolgozom.
Szerintem a legutolsó megállónk érkezik, kedves nézőim, megérkezünk mindenki haza, arra kérem a kedves nézőket, hogy a rendőröknek megfelelően kérem szépen a leszállási, illetve a kutyasétáltatási engedélyt mutassák meg a kedves rendőruraknak. Tekes kollégáink várják önöket. Keine Fahrten! Wir sind am Ziel, auf Wiedersehen! Érkezünk az utolsó megállónkhoz. Keine Fahrten, not a good iren. Danke schön, hogy önök choose Doki GK channel and this very good tram. Na jó, magyarul tényleg mondjuk el. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Doki GK transportot választották. Reméljük, élvezték-e meg kellemes utat, és az az ütközés az autóval nem jelentett önöknek problémát. Reméljük, legközelebb is megveszik a bérletet, amely lószart se ér természetesen. A viszont látásra további jó utat kívánunk. 50 000-re büntetik önöket, ha leszállnak a villamosról. Na ez a végállomás. Ott már mutatja, hogy keine Fahrten, már keine Fahrten ír a rendszer. Endestelle, not felszállen, haho, not felszállen, haliho, not, only exit, mint meine Arse, only exit. Minden ajtót kinyitunk. Kinézzünk, hogy minden rendben lesz-e. Szálljanak le, köszönjük szépen! Go! Gyorsan haza, 20:40, már nem lehet járatunkon lenni. Menjen ön is, menjen, szálljon le! Megkérném önt, legyen szíves! Hello, eleve a szájmaszkát a szemére húzta, tehát itt a little bit problem. Le kéne szállni. Vagy szeretnél fennmaradni? Na, azt is lehet. Benne vagyok a szádban. Érzed már? Oké. Picit erős voltam. Hát nem akar. Te meg miért szálltál föl? Te is kérsz egyet? Le kéne szállni. Miért bújsz el? Becsukom neked, hogy le tudsz szállni. Tehát szállj le. Nézd, segítek. Szálljál le. Várj, és ha ezt megnyomom. Valami jelez itt nekem. Ilyenkor mit jelez? Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor mit jelez. Ugye, hogy megnyomtam. És mi van, ha vészféket nyomom meg? Notbremse. Emergency brake. Alarm. Jó, nyitva marad az ajtó, ennyi történik, jó. Oké, hát akkor átforgunk, ők maradnak, úgy látszik. Dokival akarnak maradni. Ja, nem tudom, hogyha felszállt egy mozgásért, nem tudom becsukni az ajtót? Glöcke. Jaj, lősen! Hát nagy a lőcsöm, az biztos. Lősen. Cunöfen. Freie Gabe. Cuslissen. Cuslissen. Ó, little bit not good. What's the problem with Tür?
Én értem, van egy leszállunk, értem. Jó, ki kell nyomnom. Gyereke, ki kell nyomnom, hogy kerekesszékes felszállt. Guten Tag, beállunk a kövi megállóba, aztán vége. Na. Kettő ember marad, beállunk oda. Innen fogunk indulni legközelebb. Annyit szeretnék kérdezni, hogy most ugye nézzük a magyar meccset, ami 2 perc múlva kezdődik. De szeretnétek-e még ilyen streamet? Menjünk-e a visszafele úton is, vagy válaszunk inkább buszszimulátort? Melyik legyen? És akkor a másik oldalt azt úgy teljesítjük, hogy menetrend szerint. Jó? Ha szeretnétek, akkor ez lesz. Mind a kettő? Ennek van ennyire élveztétek, de most komolyan. Hát én nem nagyon tudok ebbe új dolgot belevinni. Tehát, hogy ez egy útvonal van benne jelen pillanatban. Tehát, hogy szerintem elhat. Oké, okay, Laci. Laci megalkotta a véleményt. Laci megalkotta. Figyeljetek, itt szimulátorban mehetünk, mert nekem még van buszos is. Tehát, hogy még azzal is játszhatunk. Vagy a vonatost azt nem vállalom, mert azok azért hosszú utak, és én tényleg elalszom. Tehát, hogy én kajakit bealszom a streambe arra. Tehát, hogy minden okos. Na, hát figyeljetek, ebben szerintem ennyi volt most, ma ilyen lighty volt, mondtam. Így, volt egy pár lag. Azt mondja, 27% az elmúlt 2 percben. Jó, hát az nagyjából kurva sok, de hát igen. Igen. Log detected, sőt, van egy olyan, hogy collision mit auto detected. De hát ez az autó, figyelj. Microsoft Flight Simulator. Azt azért nem vállalom egy, mert szerintem felszáll a gépem is. Kettő meg, hát nem tudnék igazából flight simulatorozni, mert hát félek a repüléstől. De nagyon szép tájak vannak. A csomolungmát megnézném amúgy, hogy ott csinálták meg. Na figyeljetek, holnap biztos, hogy érkezem, hogy mivel, hát szerintem Watch Dogs kéne, hogy befejeződjön, vagy a Crash, megálmodom, beszéljük majd meg DC-n szerintem, hogy minek örülnétek, mert ugye, hát azt be kéne fejezni, figyeljetek, nem tudom őszintén szóval, hogy melyik legyen, hogy legyen befejezve a Watch Dogs, vagy legyen befejezve talán a Crash. Mind a kettőben szerintem van tartalom, beszéljük meg, hogy melyiket szeretnétek. Most pedig szurkoljatok a magyar válogatottnak. Szerintem már, ha jól tudom, megy a meccs, 1 perce. Szurkoljunk, természetesen, én úgy tudom, hogy megy, de mindjárt megnézzük. Megy. Igen, Magyarország-Izland meccs. Remélem, hogy élveztitek. Természetesen fölkerül, ez is a VOD csatornában megtaláljátok. Boginak üzenem, hogy te magad vagy. Hát, azért egy szimulátor gémmel nehéz szórakoztatónak lenni szerintem, gyerekek. Vivi pont a végére érkezett? Az jó. Vagy elköszönt? Nem tudom. Na mindegy, velem még lehet játszani majd a meccs után, szerintem 1-2 R6-ot, aki szeretnem, amíg nyitott vagyok arra, mert volt délutáni alvás, tehát van türelmem. Igazi óvodás kisfiú vagyok. Ja, itt volt eddig is. Oké. Dankeschön, Vivian, dankeschön. Na, gyerekek, menjünk át, keressünk el valakit, aki szimulátorral játszik, vagy menjünk valami szimpatikus kollégához. Hát ezzel a szimulátorral én vagyok az egyetlen hülye gyerek, aki játszik. Kihez menjünk? Valakihez azért nézzünk át. Figyeljetek! Xboxos R6, Escape from Tarkov. Hát ki? Megnézzünk, valami R6-ost van-e. Na akkor oda, hát ha... Akit ismerek. És nem utálok. Hát ez kevés van sajnos. Kevés van. Ő kicsoda? Assassin's Creed-ezik. Őt kedvelem még viszonylag, akit írtál. De berédelek egy
Mit üzenek? Ja, Lego-ról majd írok a Discordon. Fölteszem azt is, a Lego streamet. Már rendereli a cucc, tehát már készülődik. Na, tudjátok, hova megyünk? Egy szimpatikus hölgyhöz, aki vikinget játszik, hát mindenki azzal játszik. Remélem, jól írom be a nevét. Úgyhogy nézzük, jól írom. Megyünk Bonanzaihoz, mehetnek majd a hype-emotok, nem tudom, hogy nála hogy szokás, de Lighty-ba menjen valami 3-4 emot, jó, ne spammeljük szét, de egy hype-emot nyugodtan mehet neki, élvezzük, aki a Valhallát játsza, az ne nézze, de attól függetlenül a raidereig, aki tud, még tartsatok velem, és akkor holnap jelentkezem, méghozzá skacok, hát nagyjából ilyen 15 óra 30 magasságában, úgyhogy érkezem, Discordon megbeszéljünk, hogy mikor, most pedig jó szórakozást kívánok Bonanzájjal, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a különös bécsi utazáson. Vigyázzatok magatokra, hajrá magyarok, sziasztok!